2022 márciusában vette kezdetét a Tiszató mikroregionális kutatóprojekt, amelynek célja az Árpád és középkori településhálózat és kereskedelmi kapcsolatok pontosabb megismerése, az Abátszalók Tiszaderzs, Tisza Szent Imre, Tomaj Monostora és Kunhegyes közigazgatási területén található régészeti lelőhelyek és épített örökségi emlékek tanulmányozása révén. Most Tomaj Monostorán nagy létszámú önkéntes csoporttal végzett kutatást a Közösségi Régészeti Osztály. A kutatás szakmai vezetője dr. Virágos Gábor, a Nemzeti Régészeti Intézet igazgatója, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató helyettese. Ugye, ahol most állunk itt a domb tetején, ez a Tomaj nemzetségnek az általuk alapított monostora. A Magyar Nemzeti Múzeum által végzett kutatási program a térség 5 települését felülelő mikrorégiós kutatási programnak gyakorlatilag a zászlóshajó helyszínén vagyunk. Ugye ennek a kutatásnak az a célja, hogy egyfajta országos topográfiai kutatás mintájaként szolgáljon. 5 közigazgatási területet felülelve tudunk olyan nagy adatmennyiséget elemezni minden korszakra, minden régészeti jelenségre vonatkoztatva, amit egyébként országosan egyelőre még részben adathiány, részben az egyébként jelentkező adatmennyiség miatt nem tudnánk. Úgyhogy ez egyfajta ilyen pilot program, és hát nagyon bízunk benne, hogy ennek nagyon izgalmas eredményei lesznek. Egyelőre, amit látunk, az, hogy formálódik a topográfiai sűrűség az egyes korszakoknak, tehát Árpád korban, középkorban, egyéb régészeti korokban, hol voltak azok a víz nem járt a helyek, magaslatok, amelyeken az ember meg tudott telepedni, hol hozott létre településeket, ezek mondjuk milyen úthálózattal voltak összeköthetők, milyen prioritása volt az egyes helyszíneknek, és hát Tomaj Monostora mindezek közül ilyen szempontból magasan kiemelkedik, hiszen egy árpádkori magyar királyság területén található nemzetségnek a családi alapítású magánmonostoráról van szó. Megvan a temploma, geofizikai módszerekkel ezt a Nemzeti Múzeum már bemérte, tehát tudjuk lokalizálni magát az épületet, és nagyon fontos, hogy ezt úgy kell elképzelni méretében és léptékében, meg kinézetében is, mint a megmaradt magyarországi románkori templomainkat. Tehát ha valaki megnézi a lébényi templomot, talán ez a legjellegzetesebb, egyben megmaradt, éppen megmaradt példány, egy lébényi típusú templom állt itt ezen a dombháton is, messze ugye kiemelkedve az alföldi lapájból, messzire hirdetve mind az egyház, mind pedig természetesen az alapító családnak a dicsőségét. És hát azért találunk ilyen egészen izgalmas leleteket, mert egy apátságnak a területén járunk, különböző vereteket, butorvereteket, könyvereteket, érméket, kisebb-nagyobb egyéb leleteket lehet jelenleg találni. A célunk pedig az, hogy lehetőleg még az idén, de legkésőbb jövőre el tudjunk kezdeni ásatásokat is folytatni, tehát lássuk ennek a meglevő épületnek a falmagasságait, a rétegsorait, járófelületeit, és hát minél részletesebben rekonstruálni tudjuk, hogy mi állt itt egykor, milyen ütemezésben és milyen élet folyt a mindennapokban. A kutatáson jelen volt F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Huba Imre a megyei közgyűlés elnöke és Fodor Gusztáv lelkész és ötletgazda is. Fodor Gusztávtól megtudtuk, tulajdonképpen ő volt az ötletgazdája ennek a kutatásnak. 2020-ban nagyon komolyan elkezdtem foglalkozni ennek a régiónak az egyház történelmével, ugyanis nekem minden 2 évben van valamilyen újabb hobbim. Volt téglamúzeum, bibliamúzeum alapítás, kárpátai református egyházzal kapcsolatban írtam néhány könyvet, több tanulmány, több mint 25 előadást tartottam ezzel kapcsolatban, és akkor 2 évente jön egy ilyen nagy szellemi üresség, és elkezdtem foglalkozni ennek a régiónak az egyház történelmével. Ladányi Sándor professzor, Isten nyugosztalja, Károly Gáspár Egyetem egyház történészétől tanultam meg azt, hogyha valahová oda kerülünk lelkésznek, az első lépésben mindig fel kell fedezni, meg kell tanulni a helyi gyülekezetnek az egyház történelmét. És elkezdtem ennek a régiónak foglalkozni az egyház történelmével, és felfedeztem egy bizonyos törvényszerűséget, egy szövetet, ami a korabeli, az Árpád korba nyúlik vissza, és a Tomaj nemzetségnek gyakorlatilag
anyagilag egy ilyen spirituális lelki arculati része volt. Felfedeztem azt, hogy Abádon, a korabeli Árpádkori Abádon Szent István volt a korabeli Árpádkori templomnak a védőszentje. Tisza Dezsen, annak a kápolnának még mindig állnak a romjai, pedig Szűz Mária volt a védőszentje. Szent Imrén, ugye Szent Imre volt a védőszentje, aztán Szent Györgyön, Ó Szent Györgyön, Szent György lett a védőszent, Szent Imre, Igar és Örs között volt még két település, Szent Jakab, és volt Szent Kozma Damján védőszentek, tehát templomok védőszentekkel, és megértettem azt, hogy ezek a szentek, ezek a védőszentek, Szent István, Szent Imre, Szent György, Szent Jakab, Szent Kozma Damján és a Szűz Mária, ezek gyakorlatilag a Szent Koronán vannak mind, tehát mind megtalálhatóak. És ez egy nagyon-nagyon erős üzenet volt, és elkezdtem ezzel foglalkozni tovább, és felfedeztem azt, hogy a Tomai nemzetségnek a Balaton felvidéken is voltak birtokai, és megnéztem azt, hogy a korabeli birtokon, a településeiken, amiket ők alapítottak, gyakorlatilag kik voltak a védőszentek. Ugyanúgy Szent György, Szent Imre, Szent István, Szent Jakab, mint hogyha ugye modern számítógépes nyelvvel copy-paste-elték volna ezeket a védőszenteket. Aztán rájöttem arra, hogy felvidéken is voltak birtokai, ott ugyanezek a védőszentek voltak. Írtam egy 10-15 oldalas tanulmányt, ezzel megkerestem a Magyar Nemzeti Múzeumnak a régész igazgatóját, dr. Virágos Gábort, aki most szintén itt van, és felfigyelt erre a különlegességre, és 2022 márciusában egy 30 fős régész, kutató, specialista csapattal lejöttek ide a régióban, megvizsgáltuk Tomai Monostorát, Tisza Szent Imrét, Szent Jakabot, Szent Kozma Damjánt, Ószent Györgyöt, és úgy gondolták, hogy erre a Magyar Nemzeti Múzeum indít egy mikrorégiós kutatási programot, és gyakorlatilag én ennek az egésznek a kicsit a mozgatója voltam, elindítottam, de mivel tudtam azt, hogy ide már szakemberek kellenek, komoly régészek, a Magyar Nemzeti Múzeumnak a berkeiben gyakorlatilag a Magyarország legkomolyabb, legnagyobb szakemberei vannak, és gyakorlatilag ez már egy fél éves program, és azóta már találtunk vagy 800-900 leletet, felfedeztünk 3 templomot, felfedeztük a Tomai apátságot, el lehet mondani azt, hogy egy nagyon hosszú útnak vagyunk az első lépéseinél, és ezek a felfedezések, ezek nagyon-nagyon ígéretesek, és komolyan hozzá tudunk tenni ennek az identitás vesztett régiónak a lelki-gazdasági múltjához egy nagyon komoly részt. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő néprajzos szintén kezdetek óta figyeli a kutatásokat. Én azt gondoltam gyerekkoromban, hogy mindenki vagy vadász, erdész, vagy régész szeretne lenni, hiszen gyerekként is érdekeltek bennünket a régmúlt dolgai, a földben elrejtőző kincsek, a történelem tanúsága is, és ez egy csodálatos dolog, hiszen láthatjuk azt, hogy a környékbeli történelem, az Alföld történelem, itt a Nagykunság és a Nagykunság határának a történelem milyen gazdag volt, hiszen a tatárjárás előtt, a török dúlás előtt itt egy nagyon komoly település szerkezet volt, nagyon komoly településekkel, templomokkal, vásártartó helyekkel, és ezek most feltárulnak itt az értők ezek alatt, a régészek alatt, hiszen kutatják már itt az elmúlt fél órában is, már olyan érdekes leleteket találtak, ami csodálatos, és még igazából csak a felszínen kaparáztak. Tehát az a helyzet, hogy csodálatos múltja van a magyarságnak, csodálatos múltja van a magyar történelemnek, és itt az Alföldön is mi azt gondoltuk, hogy szegényes, de nem, hanem gazdag, és ez most kicsit elénk tárul. Tomai Monostora határában egy halmon állunk, egy szántóföldön, de a régészekkel beszélve itt egy templom volt a középkorban több száz évvel ezelőtt. Már látszik így, amikor az Eke kifordította a téglákat, és a régészekkel beszélve itt egy nagyon nagy templom volt a középkorban több száz évvel ezelőtt. Ami egy csodálatos dolog, és azt gondoljuk, hogy kicsit szegényesek vagyunk itt az Alföldön régi építményekben. Ez egy gazdag termőterület volt, mind gazdaságilag, mind kereskedelmileg, és ez most elénk kerül. Én azt gondolom, hogy mindenki izgalommal várja, és hogyha lesz pénz, mert tehát mindig a pénzből van a legkevesebb, akkor csodák fognak itt feltárulni mindannyiunk számára.
Azt gondolom, hogy a múltunkat nem csak lehetőség, hanem kötelességünk is kutatni, jelentette ki Huba Imre, a megyei közgyűlés elnöke. Évszázadok, lehet, hogy évezredek óta ez a terület kultúrterület, emberek lakták, művelték, nagyon magas fokon művelték, és olyan pezsgő gazdasági élet zajlott itt, ahol éppen most állunk, ami a térség egyik gazdasági központja is lehetett. Én azt gondolom, hogy a múltunkat nem csak lehetőség, hanem kötelességünk is kutatni azokat a pontokat, azokat a fogódzókat, amivel tiszták képet kaphatunk arról, hogy őseink milyen körülmények között, milyen társadalmi, milyen politikai és milyen vallási, kulturális berendezkedésben élték a mindennapjaikat, hiszen ebből tudunk következtetni arra, hogy az a természetes fejlődés, amin keresztül ment a nagykunság, keresztül ment a tomai térség, ez milyen hatást gyakorolt nem csak Jászlókunszónok megye térségére, hanem az egész ország térségére is. Ez egy átfogó program, egy olyan mikrorégiós program, ami nagy valószínűséggel hosszú éveket fog igénybe venni, mire a végére érünk, és látható, hogy több település határát is érinti, és ezeknek a településeknek az egymáshoz fűződő viszonyát, a korábbi kapcsolatokat akár elveszettnek hit, vagy valóban el is veszett településeket is feltárhatnak ezek a kutatások, és akár eljuthatunk odáig, hogy hajszálpontos képet kapunk arról, hogy milyen időszakokban, milyen betelepülés és milyen típusú élet zajlott itt a Tisza mentén, és nem csak Tomaj Monostorán, hanem a közelben Tiszafreden is nagyon komoly feltárások zajlanak folyamatosan, és a Damjanich Múzeumban olyan leletek kerültek elhelyezésre, ami bizonyítja szintén az itt feltárt, eddig megtalált leleteken keresztül is, hogy ez a térsége az országnak az egyik gazdasági, szellemi, kulturális központja volt, nem csak lehetett, hanem bizonyítottan volt, és nyilván Tisza mint átkerési nehézség, a Tisza folyó különböző vízállásai az kötődött, hogy mikor tudott megmozdulni itt az élet, amikor a Tisza is ezt akart és lehetővé tette, de látszik, hogy az abátszalóki, a tiszafüredi átkelők azok nem csak évszázadok, hanem évezredek óta átkelő helyei voltak az emberiségnek, és bizony a mi őseink is itt innen hódították meg, vagy hódították vissza a Kárpát-medencét. Ezért is fontos, hogy felleljük azokat a leleteket, amik segítenek a szakembereknek, a tudományos életnek közelebb jutni ahhoz a bizonyossághoz, amit mi magyar történelemnek, az ősök által lefektetett alapoknak hívunk. Ez az átfogó mikrorégiós program nagy valószínűséggel hosszú éveket fog igénybe venni, de már látható a településeknek az egymáshoz fűződő viszonya.